A rabszolga törvény néven elhíresült jogszabály ellen szervezett tüntetést a két ünnep között kezd helyen a Demokratikus Koalíció. A tüntetők a Vásártérről indultak, és rendőri biztosítás mellett haladtak a Szalasztó utcán keresztül a főtér felé. A tiltakozáshoz csatlakozott a Jobbik, a Momentum és az MSZP helyi szervezete, valamint több szakszervezet is. Keszthely főterén dr. Kocsi Tibor, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Vasas Szakszervezeti Szövetség megyei képviseletvezetője elmondta, a decemberben elfogadott túlóra törvény hátrányosan érinti a munkavállalókat. Kovács Viktória, a DK keszthelyi képviselője kiemelte, példátlan összefogás született az ellenzék között, amelynek tagjai az elmúlt időszakban országszerte közösen szerveztek tiltakozásokat. Azért, hogy tiltakozzunk az elfogadott rabszolgatörvény ellen, és az ellen, hogy külön bíróságot hoznak létre, ez a törvénycsomag alapvetően kifejezetten az emberek ellen irányul. A jogaikat csorbítja, túlmunkára kényszeríti őket, tehát ezt nem akarjuk. És ehhez a kezdeményezéshez két szakszervezet, egy érdekvédelmi egyesület és négy párt is csatlakozott. Ez összehozta gyakorlatilag a pártokat és az embereket a közös ügy érdekében.